mindenkinek a divattól függetlenül úgy gondolom egy saját egyéni gardróbja tud lenni, hogyha meg bemeri vállalni, illetve elmeri engedni magát, és a fantáziájának sem szab határt. Tehát, hogyha valaki egy modern stílusú, akkor lehet egy mai trendek szerint színösszállítás, tehát egy ilyen venge, bajszínű, tört-fehér, ezek a színek ma a trendiek. Ha valaki egy kicsit vagányabb, keményebb beállítottságú, illetve az élettér olyan, hogy lehet rajta hidegíteni, akkor ez egy ekte alumínium felület. Megtörtünk egy bambuszos betéttel. A motívum az nyilván megint csak személyre szabott tud lenni, tehát hogyha valakinek nem tudom, geometriai alakzatok, olyan a személyisége, olyan a beállítottsága, egyenes vonalakat szeret, akkor olyan osztással, olyan képlettel lehet kombinálni az anyagokat. Egy teljesen klasszikus forma, a hullámosztás, ami tükrözi azt, hogy mennyire sokrétű, mennyire színes lehetőségek között mozoghatunk. Aztán hát itt a bőr felület, ez egy ilyen belső vitézeti anyag, az a fényes felületek a matt felületekkel nagyon jól tudnak harmonizálni, hogyha megfelelő színösszállítás, és ugye a színek az megint az egyéniséget tudja tükrözni. Ezek a számra azért klasszikus vonalak, tehát hagyományos megoldások. Ugorjunk egy nagyot a képzelet világába. Ez egy gondolatébresztő. Tehát, hogy bármit ki lehet hozni. Manapság már olyan technológiai háttérrel rendelkezünk, hogy csak a képzelet szab határt. Például ez egy bútorlap, aminek az az érdekessége, hogy fotót, tehát egy megfelelő minőségű fotót rá lehet nyomtatni, és a fényes felületet pedig egy akrilbevonat biztosítja. Innentől kezdve azt hiszem már nem kérdéses, hogy mennyiféle lehetőség jöhet szóba. Aztán vannak kész konfigurációk, ezek nyomtatott szintén edzett üveglapok, akár fa mintázatot, barokk, klasszikus, matt felülettel ki lehet alakítani. Ezek mondjuk már tehát kész koncepciók. Lényeg az, hogy műanyagban vannak beleöntve design elemek, ebbe bambusz karikák vannak belepréselve, de vannak itt cérnával, vagy bambusz pálcikák hosszába. Ez megint csak egy olyan széles mozgásteret biztosít a tervezésnél, és az egyén is egyénre szabáshoz bármi szóba jöhet. És ugye ennek az a jelentősége számomra, hogy ugye reggel fölkelünk, mi az első, amit látunk, többnyire az esetek 80%-ában a gardrób hálószobában van, és az első a gardróbunknak a felülete, frontja, ami egy egész falat betölt, és ezzel találkozunk. Hogyha erre ráteszünk egy olyan motivumot, üzenetet, gondolatot, ami megérint pozitívan, akkor jól indul a napunk.